Hamarosan kezdődik az augusztus 20-ai, az államalapító Szent István ünnepe rendezvényünk. Ma egy családi nappal fogunk kezdeni. Már szépen felsorakoztak a mezőgazdasági gépek. Hamarosan elindul a gépek felvonulása, amelyet majd délután 3 óráig bárki kijöhet ide a múzeumparkba és megtekintheti a gépeket. Sorolta az igazgatónő, aki a gyermekprogramokról is szólt. Délelőtt folyamán a nyeszletszájú bakabászok fognak egy gólyalábas interaktív térjátékot előadni nekünk, illetve délután ellátogat hozzánk Ferencné Itza néni egy kutyás bemutatóval, fellép a karcagi Dalma Dance Club tagozata, illetve az Államzug társulás, a Szólószőlő Mosolygó Alma Csengő Barak című báb előadást fogják tudni megtekinteni a gyermekek. Ezt követően pedig az esti programok fognak megkezdődni. Itt lesz velünk a Pandora projekt, a Margaret Island, Kis Kevin, és bízunk benne, hogy az időjárás kedvezni fog nekünk, és hajnalig tartó diszkóval várjuk az érdeklődőket. A gyerekeknek nagy kedvence az a sok-sok játék, amit felállítottak. Sikerült elhívnunk magunkhoz, és egész nap itt lesz velünk, illetve a mai nap, holnapi nap folyamán itt lesz velünk a Népi Játszótér. A Máltai Szeretett Szolgálat készül kézműves tevékenységekkel, itt lesz a Vöröskereszt Karcagi csoportja, ők is kijönnek, és különböző tevékenységekkel fogják szórakoztatni a kicsiket, nagyokat. Légvárban való ugrálásra van lehetőség, tehát azt gondolom, hogy elég tartalmas napot tudnak itt kint tölteni a családok. A mezőgazdasági gépek felvonulását a felvonulást biztosító rendőrségi autó után Kis Mihály gépei kezdték idén is. A gazdálkodó évek óta gyűjti a múlt század elejé zetorokat, emléket állítva a régmúltnak. Hát ma hoztuk a kedvenceket. Egy 1968-as Dutrát, egy 1957-es Fendet és egy 59-es Fendt. Három traktorral szeretnénk most felvonulni. Honnan jött ez a gyűjtőszenvedély, hiszen ezt már nevezhetjük gyűjteménynek? Hát azt nem tudom, ezt a szüleimtől kellene megkérdezni. Valószínűleg, hogy tőlük is ezt láttam, hogy minden régi dolgot megbecsültek, elraktak, és ez valószínűleg, hogy bennem is tovább maradt, illetve még sokkal mélyebben gyökerezik, és én ezt, tehát valahol ezt úgy tudnám megfogalmazni, hogy a jelenünk a múltba gyökerezik. És nem szabad eldobni a régi dolgokat, mert akkor is az emberek dolgoztak, keményen dolgoztak, és mégis megéltek, és boldogan éltek. És ez azért már most sajnos mulandóban van. Mondta a gazda, aki országszerte is megmutatja rendezvényeken a gyűjteményét. Hál' Istennek elég sok helyre eljutunk, bár az idő ez elég sokszor elég szűkös. Holnap is mennem kellene, de holnap más programunk van. A traktorjainkat megpróbáljuk a lehető legnagyobb szakmai odafigyelése, tehát szeretnénk az eredeti gyári állapotba visszahozni, hogy az utókormány meg tudja nézni, hogy 50 vagy 100, esetleg 100 évvel ezelőtt, hogy milyen gépekkel dolgoztak az emberek. Az egyik fendünket szeretném OTI minősítő vizsgára vinni, nagyon nehéz bejutni is, de ha minden igaz, szeptember 20-án tudnak fogadni, kaptunk egy időpontot, és nagyon, nagyon várom ezt, hogy mit fognak hozzászólni a szakértő szemek. Mondta Kis Mihály, aki a fedélzeti számítógépes technikával ellátott modern gépekkel dolgozik ma már a határban. Nálunk nagy a kontraszt, mert az 57-es fend a legöregebb, viszont van egy 5 éves fendünk is. És mikor egymás mellett van, amikor úgy hozza a hely, vagy egymás mellé állunk, és akkor azért úgy, mikor elmennek a kollégánk is, van egy pár percem, és akkor úgy végignézek ezen is, meg azon is, és akkor elgondolkoztató, hogy 50-60 év alatt, hogy milyen óriási fejlődésen ment át a technika. Hihetetlen érzés egyébként, viszont nagyon jó érzés látni. És hogy melyikbe ülbe szívesebben, Kis Mihály a válasza egyértelmű. Tudomásul kell venni, hogy a mai kor kihívásai, a klímaváltozás, tehát olyan korszerű eszközöket kíván, amivel talán még tudunk termelni és gazdaságosan termelni, ez már nem menne ezekkel a gépekkel. Viszont ha ebbe beleülök, vagy erre ráülök, akkor visszamegyek az időbe. Tudok úgymond visszamenni az időbe, és átérezni azt, amit akkor talán átérezhettek az emberek. A múzeumparkból most sem hiányzott a Hungarikum karcagi birkapörkölt. Kun László őszpörköltet és 3 birkapörköltet főzött karcagi módra. Az ősz meg szintén ilyen vadászkarcagi módra, ahogy én szeretem, vagy ahogy mi szeretjük Marika nénivel. Kuriózum gondolom sok embernek, sokan idegenkednek tőle, de próbáljuk
ezt is a köztudatba behozni, mint a birkát lassan 20 éve. Árulta el a szakács, akit a fűszerezési titkokról is kérdeztünk. Hát igazából, hogyha nem nagyon akarjuk a vadasízt preferálni vagy éreztetni, akkor érdemes előtte egy kicsit átabálni, gyakorlatilag egy jó fél órát forró vízbe leönteni, vagy akár benne is hagyni, és akkor utána úgymond átmosva, tisztán belerakva. Én nem nagyon szoktam a fűszereket, azt előnyben részesítem, és akkor annak a ízvilága érződjön. Gyakorlatilag a hagyma, a fokhagyma, a piros őrölt paprika, a csípős paprika, én borókabogyót is teszek a vadhoz, teszek az őszhöz babérlevelet, de elbírja a majorannát, a köményt, a kakukkfüvet, tehát ki, hogy szereti. Kinek milyen a szája íze. Sorolja Kun László, aki Divikiné Marika nénivel fűz együtt már a 10. alkalommal.